A 2016 tizedik Magyarok a Marson verseny döntője ezennel elkezdődik. Április másodika van, visszaszámolok. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Miskolcon vagyunk, azoknak mondom, akik csak a döntőt látják. Miskolcon vagyunk a Miskolci Egyetemen, akik az idén lehetőséget biztosítottak arra a körcsarnokukban, hogy megrendezhessük a tizedik Magyarok a Marson elnevezésű alkalmazott mérnöki tudományok versenyét. Egy automatizált, a verseny idáigi folyamán tesztelt, eredetileg nehezen működőképesebb bírható, de most már a középdöntőkben automatizmusát jól letesztelt rendszerre rábízzuk az eredményeket. Nem is tudunk más tenni, mert egyrészt maguk a versenyzők zajt produkálnak, másrészt a lelkes szurkoló tábor bekiabálásaitól hangosan nem fogjuk hallani, hogy a idáigi ellenőrzést, teszt üzemmódú ellenőrzést folytató emberi erőforrás mit mond be, de úgy néz ki, mindenki elfogadta, hogy a tesztek során az ellenőrző rendszer működik. Ez a verseny többek között erről szólt, hogy hogy kell egy kritikussá válható, tehát a versenyzők számára kritikus eredmény kijelzőt hosszadalmas tesztfolyamaton letesztelni. Élményszámba ment az éjszakai teszt és a javítás, amelyben hajnali 1:30-kor válságstrábot kellett létrehozni. Azért, mert az egy rendelési kódon rendelt eszközök eltérő viselkedést mutattak a leszállított első mintadarabokhoz képest, de menet közben a végén ez sikerült megoldani. Hogy elhiggyük, hogy tényleg működik a rendszer egy hosszú, élőben, sok ember által ellenőrzött teszt volt ez. Közben most is élő erős rögzítés folyik, amiben a végén össze fogjuk hasonlítani az eredményeket az elektronikus rendszer által mért és rögzített eredményekkel. A néhány szót a robotokról és a feladatról. A pályán jól látható célterületekre, ami különböző magasságban elhelyezett lyukak, ezen a tulajdonképpen lefolyó csöveken, amelyek reprezentálják az Aliens című filmből a idegen élő lényeket, és igazából, hogyha űrkutatást helyezünk ebbe a versenybe, akkor egy célterületet fölkereső, ott manipulációt végezni képes robotflotta elemzi éppen a itt elhelyezkedő, szimulált élőlényeknek a genetikai kódját, azaz a számát mondjuk, és amelyik versenyző csapat több teszt eredményt tud ugye szolgáltatni, azaz több ilyen különböző értékkel ellátott lukba tud beletalálni az érzékelőjével, illetve a jeladójával, az nyer. A pálya szélén szereplő oszlopok értéke az befelé növekszik, míg a külső helyen 3 pont, a központi helyen 12 pont és 18 pont a középső, tehát ugye nyereményhely. A verseny során megméri a rendszer azt, hogy ki hány helyet keresett fel. A döntő végére már, tehát akik eljutottak ideig a döntőbe, minden egyes csapattag, illetve minden egyes pillanatnyilag kint levő robot képes arra, és az őket vezérő csapat képes arra, hogy mindegyik célterületet maradéktalanul bejárja, legalábbis idáig, akik eljutottak, ezt meg tudták tenni.
És van egy végső állapot, tehát aki az utolsó mérést hajtotta végre, azaz az utolsó ként érte el az adott célterületet, az még egy duplázó pontot kap, tehát ugye jutalom pontot fog kapni. Jó. Oké, tehát igazából lefordítva ugye magyarra, most például a piros villogó jel, az a lila csapathoz van hozzárendelve, ha más nem tudja elérni a központi oszlopot, akkor a lila csapatnak lesz ez a pont duplázódás, de már mások is próbálják megközelíteni a közepét, csak kicsit elment mellette. Talán nem is az a lényeges, hogy ki uralja menet közben többször a centrális mezőt, hanem az lesz az érdekes, hogy a legvégén ki fogja uralni a centrális mezőt, tehát ezt a központi oszlopot. Nyilván prejudikálom, hogy a döntő igen ügyes és fineszes végzősei, azok körbe fogják venni a központi célterületet, és igyekeznek a utolsóként megmérni, azaz a jeladóikat elhelyezni, vagy a jeladójukat elhelyezni, és igazából az lesz a, vagy majdnem az lesz valószínűleg a nyertes, aki ezt meg tudja tenni. A pontozás az több forduló összesített eredménye, és a díj elosztása az a elért pontszámok arányában felosztható összeg keret arányos eloszlásában fog megtörténni a díjazás, amely a Miskolci Egyetem hallgatói önkormányzathoz kötődő alapítványával fog majd megvalósulni ösztöndíjként, tehát ösztönözve a fiatalokat a további sikeres mérnöki tevékenységre. Jelenleg 3 perc van hátra ebből az egész versenyből, tehát 3 perc van vissza a végeredményig. Én úgy veszem észre, hogy mindegyik helyen járt már mindegyik csapat. Igen, megerősítik azt, hogy mindegyik. Az elektronikus vezetés jelenleg nem történik, de majd a végén azért az emberi erőforrás az majd be fog segíteni az ellenőrzéshez, illetve minden csapatnak a saját emberei is ellenőrizni tudják, hogy a idáig a verseny végére ugye letesztelt elektronikus értékelő rendszer az jól működik-e. Összességében annyit, hogy nagyon érdekes meghajtásokat láttunk, bár a döntőben alapvetően a 2 kerékkel meghajtott és egy 3. támasztó kerékkel ellátott, nagyjából hengeres robotok tudtak jó eredményt elérni. Igyekezniük kellett a hengeres megközelítés miatt szintén magasra épített robotokat úgy elkészíteni, hogy a súlypontjuk alul maradjon. A távvezérlés átvitel technikájánál ott a wifi-k töltötték be tapasztalataink szerint a főszerepet. Itt a wide fülű vagy wide szemű nézők több wifi rútert láthatnak az eszközökön, miközben 1,5 perc van hátra körülbelül. Tehát én szerintem innentől kezdve nem is kell nagyon mit mondanom, hanem figyeljük a központi eseményeket, ami valószínűleg a centrális pozíció uralására, vagy valamelyik centrális mező uralására fog fordítódni. 1 perc van hátra a 2016 évi 10. Magyarok a Marson versenyből. A versenyzők mindvégig személyesen nem láthatták a saját szemükkel a pályát, csak elektronikai eszközökkel, kamerával látták.
30 másodperc van hátra. Tizenöt, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és ezennel a tizedik Magyarok a Marson versenynek vége. Egy nagyon örömünk ez a számunkra. Attila, amikor elindította Attilával, mert itt vagyok vele az elejétől fogva, nem gondoltuk volna, hogy ezt elérjük. Ennek a végeredménye igazából az, hogy egy ilyen örömtáncot tud például egy robot lejteni, és az, hogy az a mérnök palánta csapat, aki itt megmérettetett, például eljutott a föld körül 2,5 évnél több ideig stabilan, a maszatosak,